magyar nemzet többsége ellenezte a nagy állami vállalatok magánkézbeadását, és nagyon idegenkedett a külföldiek tulajdonszerzésétől, csak úgy, mint a nagybirtokok kialakulásától is. Minden egyes állami vállalatot át kellett alakítani gazdasági társasággá. És ebben a folyamatban, miután a szocialista könyvitel nem felelt meg a nyugati könyvitelnek, ex hasimus lett megállapítva az egyes keletkező új társaságok alaptőkéje, és itt volt a lehetőség a bondár. Gyakorlatilag mindent elosztogattunk, amink volt, és semmit sem csináltunk saját érdekeink, adottságaink szerint. Mindenki, aki a hatalom közelében volt, próbált egy kicsit lopni, persze. 1982. május 6-án Magyarország tagja lett a Nemzetközi Valuta Alapnak, egy hónap múlva pedig a Világbanknak is. Hát ez semmi gond, világéletünkben birodalmi seggnyalók voltunk, most egy másik birodalmi segget fogunk nyalni. A 2004-es állami számvevőszéki jelentés szerint a 12 ezer milliárd forintnyi megnevezhető állami vagyonból csak 7 ezer milliárdnyit lehet nyomon követni, 4 ezer milliárdnyi szőrén szálán eltűnt, és további 1 milliárdnyi, ami ismert okok miatt tűnt el.